Ebben a gyárban már több folyamatot is robotok végeznek emberi beavatkozás nélkül. A teljes automatizálás, az okos működés pedig már nincs elérhetetlen messzeségben. Az ipar 4.0, más néven a negyedik ipari forradalom már napjainkban zajlik. A gőzgépek, a tömeggyártás és a gépekkel történő automatizálás megjelenése után most a robotrendszerek terjednek el a termelésben, a gyártóipar digitalizációja folyik. Az automatizálás fejlesztésével az iparban a világhálón keresztül folyamatok, rendszerek, információk is elérhetővé válnak. Ezek a könnyebb és gyorsabb kezelhetőséget segítik, valamint az információszerzés is hatékonyabbá válik. Magyarországon is egyre több vállalkozás mozdul el az intelligens ipar irányába. Elsősorban nagy vállalatok, mert hogy ez komoly fejlesztést is igényel, tehát beruházást, ehhez pénz szükséges, de a kisebb vállalkozások is foglalkoznak már ezzel. A nagyvállalatoknak ugye nagyobb az előnye, mert nagyobb a tőkéjük, és ott egy nagyobb technológiához való, vagy egy berendezéshez való informatív oldalról történő hozzáférés, az fontosabb is a vállalat részére. Tehát ők egy helyzeti előnyben vannak a kisebb vállalkozásokkal, de a GINOP pályázat keretében a kisebb vállalkozások is tudnak fejlesztési támogatást kapni erre, hogy megvalósítsák a saját területükön az elképzelésüket. A kormány számára is fontos a vállalkozások digitális fejlesztése. A cél, hogy a cégek minél hatékonyabban fel tudjanak készülni a digitális gazdasággal kapcsolatos versenyre. Ezt szolgálja a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium és a Magyar Kereskedelmi és Iparkamara által indított, mintegy 2 milliárd forintos uniós támogatásból megvalósuló, 2019 közepéig tartó modern vállalkozások program is. A programban digitális technológiákat, szolgáltatásokat kínálnak vállalkozásoknak, a területi kamaráknál tanácsadó segíti a cégeket a hatékonyság növelés érdekében, illetve megismertetik őket az ipar 4.0 nyújtotta lehetőségekkel. Ez év nyaráig a tervezett 3000 vállalkozás helyett közel 10 000 vidéki kis- és középvállalkozást sikerült elérni. Több mint 4700 sikeres helyszíni üzleti, informatikai átvilágítás és tanácsadás történt meg, s meghaladta a 3500-at azon mikro, kis- és középvállalkozások száma, melyek megkapták a digitálisan felkészült vállalkozás minősítést. Pontosan a számot nem tudom, de azt hiszem, hogy lehetne arányosítani, hogy minden megyébe, amit információt eljutott hozzám, az arány az a megye létszámától vagy területi elhelyezkedésében függően, tehát ezt a 3500-at le lehet osztani akkor a megyére, akkor körülbelül, hogyha 20-szal elosztjuk, akkor ennyi vállalkozás indulhatott el ezen a területen a megyében is. A vállalkozások a minősítéssel kedvezményesen juthatnak hozzá informatikai termékekhez és szolgáltatásokhoz, valamint plusz 5% visszanemtérítendő többlettámogatást vehetnek igénybe a több mint 48 milliárd forint keretösszegű digitális eszköz és szolgáltatásfejlesztést biztosító informatikai pályázatban is, ami cégenként akár 24 millió forint támogatást is jelenthet. A vállalkozások folyamatosan pályáznak, hetente 1 milliárd forint összegű támogatást igényelnek. A pályázatok benyújtására 2019. március 8-áig van lehetőség.